Sziasztok, egy rövid bevezető ehhez a kis mini Filmbarátok Expresshez, a Filmbarátok 216. adásában Gergő meg én beszéltünk az M. Night Shyamalan féle Idő című filmről spoileresen, és ott a Sorter ugye nem tudott részt venni, úgyhogy aki szeretné a teljes Filmbarátok véleményt meghallgatni, akkor az a 216-ban meghallgathatja a 4. óra 18. perc 58. másodperctől a kettőnk véleményét, és akkor most meghalljátok Sorter kiegészítését, és akkor itt teljes a kép, át is adom a szót. Sziasztok! Ugye én a legutóbbi adásban nem szerepeltem, viszont abban maradtunk a többiekkel, hogy az Idő című filmről, ami ugye Shyamalan legújabb opusza, én is pár percben most gyorsan kifejteném a véleményemet, mert hogy ugye Twitteren már hangoztattam, illetve előre jeleztem, hogy nem kimondottan dobtam el az agyamat. Bár mondjuk bizonyos értelemben nagyon is eldobtam az agyamat ettől az alkotástól, csak kicsit nehézen ment az eldobás, mert az agyam előtte körülbelül 12-szer durrant szét a sok hülyeségtől, amit ez az alkotás fölvonultat. Mert igazság szerint már szerintem azok is, akik nem olvasták a Twitter bejegyzésemet, talán kitalálták, hogy nem kimondottan lelkesedtem ezért a filmért. Most a történetmesélésben nem megyek bele, mert az már az adásban megtörtént. Én úgy tudom, hogy a srácok spoileresen beszéltek róla, úgyhogy igazából előjáróban annyit, hogy szerintem az alapötlete a filmnek az kimondottan jó, sőt, nekem az első előzetes is már nagyon tetszett. Volt egy ilyen sajátosan misztikus atmoszférája, hogy tök jól előrevetítette azt, hogy mégis mit fogunk itt látni, anélkül, hogy nagyon nagy tartalmi fordulatokat lelőtt volna. Tehát tényleg az ember kíváncsiságát, legalábbis az enyémet fel tudta csiholni. Aztán ugye jött a hideg zuhany, már megint. Hogyha Shyamalanról van szó, akkor úgy néz ki, hogy ez egy ilyen visszatérő jelenség. Igazából ezzel a történettel szerintem kettő komoly probléma van, és az a baj, hogy ezek olyan problémák, hogy tatsra vágják az egészet úgy, ahogy van. Az egyik ilyen az a karakterek, mert nincsenek jól megírva, sőt, igazából egyáltalán nincsenek megírva. Tehát itt nem karakterek vannak, hanem színészek, akiket beküldtek ebbe a produkcióba. Láthatóan a legtöbben azt se tudják, hogy mit kéne csinálniuk, meg milyen módon. És akkor ott vannak, és viselkednek gyakorlatilag 5 percenként mindig máshogy. Hát itt olyan gyorsan váltanak jellemet a szereplők, mint más mondjuk zoknit. Tehát hihetetlen. Senkivel nem lehet azonosulni, senkivel nem lehet együtt érezni. Senkit nem tudsz igazán megismerni, éppen ezért senkinek nem tudsz igazán drukkolni. És ez nem azért van, mert ugye a filmben nagyon-nagyon gyorsan telik az idő, és emiatt mondjuk a szereplők jelleme változik, mert ugye egyre idősebbek lesznek, ami egy jó ötlet lett volna, de itt nem erről van szó, egyszerűen olyan sekhülyén van mindenki megírva, hogy valami döbbenet. A másik pedig az igazából egy ebből fakadó tényező, a párbeszédek. Tehát erről már több helyen hallhattatok, mert nem egy olyan véleményt olvastam már, meg kritikát, ami ezt kiemelte. Valami botrányos, de komolyan mondom, tehát még a Shyamalani szinthez képest is, tehát az utolsó léghajlító, az ehhez képest egy alkony sugárút, komolyan, tehát hihetetlen. Tehát, és nem hiszem, hogy ez a magyar szinkron hibája lenne, mert olvastam már külföldi beszámolókat is arról, amik erre panaszkodtak, hogy ez tényleg a párbeszédeknek a színvonala az olyan mértéken negatívban áll, hogy nem is lehet igazából jószerével körülírni. Így azt képzeljétek el, hogy mindenki a létező legoda nem illő mondatokat mondja állandóan, és ez nem egyszer történik meg, meg nem kétszer, meg nem háromszor, ez gyakorlatilag percenként, folyamatosan. Tehát a párbeszédek szintjén az idő az úgy lapátolja a nézőre megállás nélkül a szart, hogy azt gyakorlatilag fél óra után nem lehet elviselni, és akkor még több mint egy óra hátra van egyébként a film, szerintem indokolatlanul hosszú is. És szóval csak hogy el tudjátok képzelni, hogy mire gondolok. Tehát
ott vannak ebben a nagyon kétségbejtő helyzetben, és van egy figura, aki teljesen random időközönként, totál indokolatlanul így beszólja, hogy hú, volt régen egy film, amiben a Nicholson meg a Brando együtt játszottak, nem tudja véletlenül valaki, hogy mi volt annak a filmnek a címe. És ezt többször előhozza, de így a legváratlanabb helyzetekben, és senki nem reagál rá úgy igazán, hogy ember, mégis mi a francról beszélsz, meg mi a jóisten bajod van. Meg van egy krízis helyzet a filmben, ami hú, nagyon hirtelen pánikba ejt mindenki, és az egyik szereplő azt mondja ott mindenkinek, akiket egyébként aznap ismert meg, hát most a családja is ott van vele, de egy csomó szereplő van, akit csak pár órája ismer, és azt mondja ott a krízis állapot közepén, kajakul ez elhangzik, hogy nem lesz semmi baj, megoldjuk a dolgot, elvégre most már egy család vagyunk. És ez a, Isten, tehát amikor ilyen a legrosszabb pillanatban lesz, a legrosszabb értelemben halálos iramban flashed, az semmiképpen nem jó. Meg van egy ilyen, hogy egyik csávó megkéseli a másikat, megvágja az arcát. Az meg, hát szól neki, hogy úristen, megőrült maga, mit művel, miért csinálta ezt? Az meg így néz, és azt mondja, hogy nem is vagyok tisztában vele, hogy miért csináltam. Azt hittem, hogy meg akar engem támadni. Elnézést kérek, bocsánat. És így értem, hogy ezzel azt akarták szimbolizálni, hogy mindenkinek kezd elmenni az esze, meg hogy ez a helyzet, ez megbontja az épelméjüket. Persze, de ez annyira rosszul van előadva, annyira hiteltelenül van ábrázolva, annyira nevetségessé válik tőle az egész, és tényleg nem győzöm hangsúlyozni, nem egy-két ilyen jelenet van, a film 95%-a ebből áll, és ezért van az, hogy miután a végére értem az időnek, azt éreztem, amit már nagyon-nagyon régen egy filmnél, hogy lefáradtam. Tehát olyan szinten elfárasztott ez a baromság a rengeteg hülyeségével, hogy azt elmondani nem tudom. Ja, hát ugye a Shyamalantól már megszokott nagy végső fordulat is jelen van, ami hát körülbelül olyan hatást kelt, mint hogyha egy defektes rozsdás busz kipufogójából rángatták volna elő, mert ez gyakorlatilag én sejtettem, hogy valami ilyesmire fog kimenni az egész, de annyira tényleg így hirtelen a végén kapunk egyfajta ilyen plusz fordulatot is, és az van annyira hirtelen, meg annyira nyögvenyelősen előadva, hogy gyakorlatilag csak rontott az egészen. Tehát még az is jobb lett volna, hogyha inkább nem magyaráznak semmit. Szóval igazából én ennyit tudnék mondani, de ennyire rossz filmet én nem tudom, hogy mikor láttam utoljára. Tehát szerintem az még bőven a bad movies-os időszakban lehetett, de most így hirtelen nem is tudom megmondani, hogy mikor fagytam le ennyire, és mikor éreztem azt egy kevesebb, mint 2 órás film nézése közben, hogy nem hiszem el, hogy még ennyi van hátra. Tehát pont az ellentéte annak, mint ami a történetben van, ahol felgyorsul az idő. Itt úgy éreztem a film nézése közben, hogy megállt. És én meg időközben lekerültem az alvilágba, mert ez nem létezik, hogy én tényleg ezt a marhaságot nézem, és hogy ez ennyire kritikán alul van előadva. Komolyan mondom, még az utolsó léghajlító és az üveg is jobb ennél, tehát pedig én az üvegtől is már kis ilyen hányingért kaptam, de ez valami nagyon nagy mélypont, de már nem merem azt kijelenteni, hogy Shyamalan ez alá nem fog menni színvonalban, mert az üvegnél is ezt mondtam, aztán tessék, hogy mi lett belőle, tehát komolyan mondom, tényleg a csávó szerintem még erre is rá tudna száfolni. Azért nagyon remélem, hogy nem így lesz, mert mindezek ellenére azért tudjuk, hogy ő neki, tehát hogy ő nincsen tehetséghiány, csak valahogy esetek többségében mostanában egyszerűen félre megy az egész, de mondjuk azért ennyire durván szerintem még egy filmje sem siklott ki, mint az idő. Úgyhogy én csak lebeszélni tudok róla mindenkit. Köszönöm szépen, hogy meghallgattátok a véleményemet, ennyit tudtam elmondani, és találkozunk legközelebb, remélhetőleg a következő filmbarátokban. Sziasztok!